szép estét mindenkinek! Gyönyörű műsorra számíthatnak most, mert gyönyörű vendégeim vannak ma. A leggyönyörűbb Jakubcsek Gabi. Vele egyenértékűen gyönyörű Bosala Rozina. Szépségben nem utolsó Gangsta Zoli. Szemüvegben és anélkül mindig szép Bárdossy Sanyi. Igen, nekem fontos az esztétikum. Nem szeretem a csúnya embereket körülöttem. Mi? Akkor mit keresek itt? Zoli, te egy művészeti alkotás vagy. Igen. Nem, komolyan nem. A Zoli meg van komponálva. Tehát, igen. Nem? Így van. Ilyen Bartók Béla mű. Zene, fúvós, ütés, hangszerekén, valamint cselesztár. De Gabi, te művészettörténész, ő nem egy pop art darab? Dehogy nem, simán, és lehetne tulajdonképpen, lehetne valami performance-t is csinálni néha az Olival. Nem gondoltatok még erre? Hát ő előadó azért. Szoktak velem performance csinálni. Eléggé nagy tanács van a végén. Műsor előtt elkezdte levetkőztetni, hogy a tetkót megnézegessen. Én kiolvastam a hátát, mert láttam, hogy van valami új rajta. De azt honnan látod, itt van egy új. Azt nem láttam, ott láttam rajtad egy újat, és azért gondoltam, hogy van rajtad új, és akkor levetettem bele a trikóját, és megnéztem az újat, ami hátul van. Te tetkó irigy vagy. Te szeretnél, olyan bátor lenni. Nem, én szeretem megnézni a gangstát. Nem mindegy. Mondtam, hogy mindig illatos. Mindig illatos, igen. Annyira imádom, hogy mindig illatos. De ez nekem is megcsapta egyébként a fülem, hogy ezt mondtad, hogy jó, jó szaga van. Nagyon jó. Tehát a döglégy egy jó szaga van. Megcsapja, öreg. De a döglégy hogy lesz jó szaga? Úgyhogy nem szar légy, hanem döglégy. Rózi, álmos vagy? Figyelem, hányra állítsuk az ébresztőt? Próbáltam szaglászni, hogy érzem a döglégy szagát, de... Nem, az én vagyok most. A döglégy szagát. Na, viszont Gabiról olvastam, bocs, nem láttam, de olvastam, hogy szerepeltél a szerencsekerékben, és nyertél több mint 3 millió forintot. Igen. Meg nyertél egy pingpongasztalt, meg egy parókát. Pingpongasztalt. Hova teszed? Téged ez érdekel a három dolog most közül, a pingpongasztalt? Hát nem, a paróka is érdekel. De azt a Sanyinak meghagyom. Felajánlottam egy nevelő otthonnak. Pedig milyen jót játszottunk volna rajta, mi? Igen. Na várjál, akkor a pingpongasztal is, egy paróka megvan még? Csak az van. Ja, csak az van meg. Jó, mert hogy a 3,2 millió forint, azt azért tudni kell, hogy ennek megvan a helye, mert a Gabi felajánlotta jótékonyságra. Még mielőtt erről beszélnénk, a többiektől akkor megkérdezik, ti voltatok már ilyenben olyan tévéműsorban szereplőként, ahol lehetett pénzt nyerni? Képzeljétek el, hogy gyerekkorom egyik legtraumatikusabb élménye, hogy én szerepeltem a szerencsekerékben gyerekként, mindent megnyertem, ilyen halomba álltak a játékok, és mindent fel kellett ajánlani. Igen, mindent. Igen. Mindent. Én 3 napig zokogtam utána. Kicsit 7 éves gyerek voltam, olyan szinten borultam ki. Felnőttként is kiborultam. Én még mindig érzem, hogy ezek a játékok megváltoztatták volna az életem. Na de hogy tényleg. Hát és most persze. Én nem tudom, hogy a Gabi miért nem tarthatta meg legalább egy kicsit abból a parókából. Na. Nálad ez hogy volt? Magadtól gondoltad, hogy ezt felajánlod, vagy a csatorna azt mondta, hogy ezt pedig fel fogod ajánlani? Nem, volt olyan játék, ahol nyertem egy nagyobb összeget már, és fel kellett ajánlanom ugyanígy. Ott megmondták, hogy hát ez erre van, hogy felajánljuk. Ezúttal viszont... nem volt erről szó. Tehát igen, azt mondja Gabi, hogy én időseknek szeretném igen. felajánlani a pénzt, én most úgy gondolom, hogy ők vannak a legnehezebb helyzetben. Igen. 3,2 millió forint, le a kalappal. Megnéztük, 2 millió nyugdíjas van Magyarországon, tehát 1,6 forint jut egy nyugdíjasnak. Ha igazságos vagy. Nem túl jó arány, kellett volna nyerni. De nálad van még a pénz? Nincs. Mert akkor még inkább ad nekem, én egyedül vagyok. Utána, várjál! Te adózol utána, és akkor viszed a nyugdíjat. Még a pingpongasztalt is a hátamon kell elhozni, hát persze. De ez egy őrületes procedúra, amikor az ember nyilvánosan nyer valamit. Persze. Ha, hogy te csak nyersz valamit, azt megkapod.
Hol érsz oké, el? Oké, de te így se úgyse kapod meg, maximum leadózod. De van sokan. Egy parókám. Még az... Annak is van áfája. De miért nem, akkor miért nem úgy csinálod, hogy kiválasztasz egy cuki nyugdíjast, aki tud népdalokat, makramézik, falvédőket hímez. De hát azt keresti ezzel csomót. És ő kapja a 3,2-t. Egy bénát válaszom kéken, nem tud semmit. Egy embernek megváltoztathatod az életét. Egy embernek meg tud változtatni az életét. Milyen igazságtalan dolog az? Az meg milyen igazságtalan dolog lenne? Mert például a pingpongasztalnál segítséget kértem. Tehát ott most nyomozzuk, hogy Kelet-Magyarországon melyik intézmény legyen az, ahol ez kell. A Csillagbörtön Szegeden. Jó, de, Magyarországon van is intézmény. Le tudjuk ezt szűkíteni azt a kört, most itt ugye az ATV nézői előtt, le tudjuk ezt szűkíteni azt a kört, hogy mely nyugdíjasok reménykedhetnek a Jakubcsek kaszapénzben. Tudod, mit zúdítasz most rám? Tízezer nyugdíjasok tényleg szeretnék írni. Aki tud még írni, az ma írni. Ez is igazságtalan. Biztos. Ez is igazságtalan. Csak túl azt akarom, hogy jó helyre menjen a pénz, Gabi. Ez egyébként egyszerűen meg lehet oldani ezt, mert egyszerűen nem adod oda senkinek, mert nem vesznek össze rajta. Ennyire egyszerű. Ja, Istenem. Hát most, de már gondolkoztunk, hogy mi lenne, ha ott lenne nálatok egy idősek otthona, és akkor van, te már... Mondjuk a városi alapítvány meg támogatható. Ne mondjatok ki semmit, mert még mindig Gabi dönthetsz úgy, hogy megtartod a pénzt. Nyilván minden nyugdíjas, aki most nézi és várja a Jakubcsek pénzt, maximum azt gondolja... Azt gondolja, hogy hát nem voltam szerencsés, valszegizi. Tehát nem kell kommunikálni, hogy hova adod. De majd írok hozzá levelet is. Nekem megvan a Gabi e-mail címe, most beolvasom. Jó.com, azaz, ugye? Jó, azaz. Oda kérnénk szépen a leveleket. Pályázat. De egyébként magadra, ha már így nem gondolsz, mi nem gondolsz nyugdíjasként? Mennyi lesz a nyugdíjad, azt tudod? Nekem. Igen. Hát amennyi neked. Shot per kávé. De akkor meg miért nem magadnak teszed félre? Nyugdíjas vagy, igazat mondasz. Még nem adom nyugdíjas. De csak akkor veszed fel, ha nyugdíjas egy leszel. Egy járókeretnyit majd megtartok. Istenem. De tényleg. Attól félsz, hogy ezért kikezdenének, hogy megtartod már a nem. De ki? Igen, ki írnának az interneten, hogy a Jakubcsek meg. Megtartotta a nyereményt? Hát, és akkor igen, ez miért baj? Miért gondolják az emberek azt, hogy a magyar sztárvilágban mi iszonyat nagy lábon élünk, és baromi jól keresünk? Emlékeztek hát, ti a Covid alatt mi volt? Minden zenészt elküldtek pincérnek, meg nem tudom minek. Emlékeztek? A Covid alatt nem emlékeztek, amikor a zenészek összefogtak, hogy nem kapnak támogatást. Dehogy ja, nem. Igen, és akkor a nép elküldte, hogy menjél dolgozni. Menjél, végre dolgozni. Így van. Végre dolgozni, mert a zene az nem az. Végre abszolút. Dolgozni. Tehát nálunk azért nagyon más a szempont. Azért én 6 évig vezettem egy tudásalapú játékot, ahol iszonyatos pénzeket nyertek nálam. Civil emberek. Tehát a legmagasabb nyeremény is 28 millió forint volt, és hazavihették, és senki nem foglalkozott velük másnap, hogy ő mennyi. Így van, veled meg azonnal foglalkoznál. Ha 3 forint lenne, akkor is foglalkoznál. Abszolút, és ezért szégyenből nem tartod meg. Próbáljon rám ezek ki. Annyira presszionál, de érzel. Szerintem megdolgoznánk ezért a szégyennet. Tehát nem ja, és simán megbirkózok bármivel. Te addig nem hagyod el az épületet, amíg nem kapod meg, ugye? Nem, sőt, hát odaívom az oroszlányiakat, a szepélyeket. Szepélyeket körbe kéne venni az a TV épületet is. Ki az, aki már nyert, mint ugye ismert ember, részt veszünk olykor egy-egy ilyen kvíz, vagy bármilyen vetélkedő műsorban, aminek pénznyereménye. Ki az, aki már vitt haza pénzt így? Én vittem Activity-be például én nagyon. Is Activity-be, és azt nagyon szerettem. Így van, nagyon szerettem. Igen. Én egy szórakozói jutottam imádtam el vele. De haza már nem. Én soha nem nyertem semmiben. Semmit nem nyertél. Szerettem. Csak amiért meg kell dolgozni. Rozi, és neked csak ez a trauma maradt? Én onnantól azóta igen, annyira traumatikus volt, hogy azóta nemet mondok ezekre a játékokra. Lehet, hogy most már képes vagyok feldolgozni ezt annyira, hogy részt vegyek újra. Csak mond. Eszembe jutott, hogy még a konyhafőnök, ahol tényleg el lehet vinni igen. a pénzt, ott is második lettél. Igen, ott is. A celeb vagyokban is. Abból itt is mindig kiestem. Második vagyok. Ez nekem egy ilyen... Még nálam is hamarabb esett ki, és annyi pedig nálam hamarabb nem szoktak főzőműsorba kiesni. Őnek is sikerült. Szerintem azt megtartottam volna. A 10 milliót a főzősből. Ott egyébként, igen. Az jobb, mint a 3-2. Ott megszokták a VIP-ben. Azt meg kell tartani. Az nagyon komoly munka.
Az egy, nagyon-nagyon komoly munka. Az egy nagyon komoly munka. Ez így van. Csak csodálkozom, hogy ennyire dobálózol a pénzzel. De na jó, de Gabi ugye a nyereményig azért nem zökkenőmentesen jutott el, mert ugye volt egy megfejtés, amit a Gabi nem tudott kapásból jól megválaszolni. Ezt a részt nézzük meg, jó? Pedig ennél van jobb rész. Igen, a hasadba. Buka ne a hasadba, Viki ne a hasadba, buka ne a hasadba, boka ne a hasadba. Hagyjuk, hogy Bence mondja el. Ez a legjobb része. De utána a lány se tudta. Ez a legjobb, hogy a Bence se tudta. De megzavartam őket. A lány se tudta utána. Várjál, Gabi. Jöttek a kommentek erre. Ja. De ezeket most örömmel olvasom fel. Jakubcsek pusztító játéka. Egyszerűen pusztító volt. Először annyira azt hittem, hogy viccel, de beigazolódott a tájékozatlansága. Elképesztő. Igazán nem voltak nehezek a feladványok. Tényleg. Vagy ez most komoly? Békeni a hosiba? Mi van? Mi ez? Az észbontók? Te úristen, de gáz. Egy ismert tévés személyiség. Van még? Szánalmas volt. Általános iskola első osztálya, vagy inkább óvodai szint volt, amit ma ön képviselt. Igen. Csodálom, hogy a Kassa Tibi kibírta épp ésszel a mai műsort. Ennyire kretén csak pénzért lehet valaki. És igen. Óriási. Gabi. De így is megkaptad, akkor miért nem viszed el a pénzt? Hát ezek után még felolvas 5 kommentet, hazaviszem. Most komolyan. Tehát még 5 komment és hazaviszem, mert már megdolgoztam akkor érte. Na de először neked utalják át, ugye? Igen. Jó. Tartsd meg, tényleg. Tartsd meg. Mondd el, hogy ez vicc volt. Ez egyrészt vicc volt, de azt szeretném elmondani nektek, nem mentegetésképpen, hogy mi ezt nagyon széthuncutkodtuk. Tehát hát ez egy vágott verzió. Hát ez látszik. Ezt mi nagyon-nagyon szétrolkodtuk ott hárman, és abból ez lett. De nem ez volt a legszebb pillanat, hanem az, amiért tényleg megdolgoztam. És az a csillagok háborújából lett volna a klónok háborúja, és én azt klónok hóbortjának fejtettem meg. És ha valamire nagyon büszke vagyok, az egy szellemes megoldás volt. Érted? És senki nem azt emelte ki. Igen. Ugye? Igen. Hanem ezt. Istenem. Hóbort. Ez a szó az nem jött be senkinek. Pedig nagyon sokat dolgoztam érte, hogy teljesen bele lehetett oda tenni. De nem ez az érdekes, az, hogy a végén megnyertem. Nem? Így van. Így van. Azért valaki jelentkezzen már, akár csak levélben a kapott a Jakubcsek pénzből. Na. És merje bevallani. Egyébként gondolom, hogy ti is ismeritek ezeket a különböző heti magazinokat, ahol ismert emberekkel interjúk jelennek meg, és ők elmesélik vagy a romantikus szerelmi történetüket, az ismert emberek párok, vagy éppenséggel a melankolikus szakításukat, hogy az álompárok. De ilyen nagyon szép, olyan szép. És ebbe a kis rózsaszín habos-babos közegbe aztán megérkezett a mi Zolink, és ő is párkapcsolatról nyilatkozott a következőt. Nem tehetek róla, imádom a csajokat. Apám is ilyen volt, 80 évesen 50 éves csajokat fűzött, a nagyapámnak meg 94 évesen 40 éves felesége volt. Itt a pokoli toronnyal nem lesz baj. Ha mégis, abban a pillanatban lőjetek le. Ez egy őszinte hitvallás, érted? Igen, gyönyörű. Nincs miről beszélni. De, és még azt is mondta, hogy talán háromszor, maximum négyszer voltam életemben szerelmes, tehát a szerelem témára végül is ráhajtotta az újságíró. Azt mondja, az van... Presszionált. Presszionált, gondolom. Igen, az nem van, nem egészen hogy... így mondtam ezt az egész, persze nyilván mindig más tétel. Persze, oké. Lényeg az. Az van, hogy sosem kétoldalú a dolog, mondja Zoli. A megszerzésben mindig jó voltam, tényleg, bárkit megkapok, csak soha senkit nem tudok megtartani. Na, először is Zoli, hogy lehet az, hogy amikor egy ilyen kérdéssel téged fölhívnak, megcsinál a telefon, nem ismer a számot. Személyesen történt. De értem, először fölhívtak, hogy egy interjút szeretnének. Volt ilyen is, igen. És miért nem csapod le a telefont? De volt olyan is.
Mikor milyen kedvem van, és akkor most többnyire én, több, mondom, ez egy olyan dolog volt, hogy élőben, ez egy díjátadó gálán volt, a sorozatunk kapott egy díjat. Oda ment valaki így? Igen, hogy én itt ettől is ettől az újság után, hogy de örülök, hát ez a kedvenc, hogy rohadjál meg, mondtam magamba. És akkor elkezdte ezeket, hogy lehet egy ilyet, legyen, csak már legyünk túl rajta, utálom. Igen, én nem szoktam gyakran szerepelni ezekben az üzenetekben. Nem, mert azért csodálkoztam rá. Felhívnak, hogy most egy olyan szép kis cikket szeretnék, hogy a házadat megmutatnánk, hogy a lakásodat, és akkor ezt most valaki mással csináljátok meg, jó, sziasztok! De egyébként mi is ismeritek ezeket a hívásokat, hogy a magazintól főknek. Ez nem a legnagyobb ki? Hányás? Őszintén. A garderobodat mutasd meg. Hány inge? Hát az én garderobot megmutatják, rosszul lesz mindenki. Nincs is garderobom. Igen, de ez milyen? Sanyi, gondolom, hogy téged is hívtak, hogy milyen ez, amikor egy ilyen hívás érkezik, én nem tudom, én akkor így... Köszönöm. Körülbelül így érzem magam. Mindenki? Csak azért tudassuk ezt is az újságokkal, hogy igen, így érezzük. Mert van, aki szeret szerepelni. De tudod, hogy van olyan, amikor muszáj szerepelned. Én a lányomat sem utogattam nagyon kényszeresen, egy csomó olyan ismert ember van, aki itt a gyerek megint nőtt 3 millimétert, és itt van Sanyika, és már jár, és beszél, és mennyi a Sanyika, 44, és ez a kisfiam már áll, az enyém meg már ül. Az a baj, hogy így. Gazika meg már 10 éves, és már ül. Van, itt elkezdtél csak az... Ja, nem, hogy tudod, hogy van olyan, hogy csak azért tegyük tisztába, aki hogy amikor valami műsorod indul, vagy a szezon indul, akkor muszáj nyilatkoznod bulvárlapoknak. Tehát a szerződéseinkben sokszor ez benne van. Nekem nincs. Egyrészt, másrészt én mindig azt mondom most már az elmúlt években, hogy magán dolgokról nem. Több meg úgy sem érdekel benneteket, tehát hagyjuk. Ja, én mindig azt mondom, hogy akkor, hogyha beszéltünk a lemezről, beszéltünk, hogy lesznek nagy koncertek, turné, ha így szeretném, egy ilyen barterbe, akkor nagy nehezen kinyögöm azt, hogy igen, van egy lányom. De egyébként az a baj. Meg azt meg nem írja meg, tehát hogy a lemezről meg nem ír. Hát hanem... akkor ezek után meg azt szoktam mondani, hogy majd ha betartjátok azt, amit ígértek, akkor majd beszélünk, szevasz. Azért is veszélyesek ezek az interjúk, mert aztán újra és újra előjönnek. Tehát most megint újra aktuális lett a Máté Gáborral való házasság. Nekem ne is mond. Tegnap megint a lóbal esetben. 20 éve estem le a lóról, gyerekek. Hát olyan, mint a tegnap is leestem volna a lóról. De tényleg? De azért ismételgetik ezeket, mert hogy nem adsz neki, tehát nem mutatod meg a gardróbodat, meg nem mutatod meg az otthonodat feltétlenül. Mert nincs új hír. Lovat adok gardróbért. Igen, de töröljétek a ló történetet, és akkor mutatok egy gardróbot. Igen. Na, Zoli, azt mondtad, hogy a megtartásban vagy nagyon rossz. Világbajnok fos. Igen. Mondd már el nekem azt az összes eddig meg nem tartott csajjal kapcsolatban, hogy mi volt az a momentum, amikor elromlott. Biztos ugyanaz a momentum. Tehát, amikor kisétál... a hétköznapi életre kerül sor. Tehát amikor azt kéne, hogy csekkbefizetés, csak simán otthon lenni. Tehát akkor ez egy hónap legyen. Max. Tehát nálam, amikor észreveszik, hogy ez az ember, ez azt se tudja, hogy merre van előre. Tehát ő zene, de nagy, ezért nevetés van, meg mekkora pokoli toronnyal a műsor. És de jó el tudunk utazni, és királyom, mekkora muzsikálás van. Megint fizetni egy csekket, micsodát. Megette a kutya. Érted? Szóval fogalmam nincs. És akkor azt mondták, hogy... Ők lépnek? Akkor igen, akkor ez se van, hello. Aha. De senki nem volt, aki azt gondolta, hogy ez átvállalja. Hogy igen, hogy ebben segít. Tehát ő legyen csak művész, legyen csak bohém. Nincs. Nincs. Hagyjuk a témát. Egyébként szép idők van, nem? De ez olyan... Egyébként nagyon vicces volt, hogy apukádat meg a nagypapát emlegette. Édesapa, hát édesapának a döglött patkány, ne viccelj már. Igen, de gyakorlatilag azt a mintát követed nagyjából. Hát pedig nem akartam, azt mégis ugyanott kötök ki azon az úton. Vagyek, én te se vásárolj meg! Hát ez az az utca. Hát... Isten, hogy kerültem ide? Na de mint a apukád 80 évesen, a nagypapát 90 éves, tehát a pokoli torony az családi örökség? Nagyon úgy tűnik. Csak valaki jobban belakja, valaki nem. Na. Érdekes téma ez, az angol joggyakorlatban nem fordult még olyan elő, hogy szülőket bepereltek volna azért, mert... Nagy váltás, ez most így nekem hirtelen, de valami... Én is próbálok visszajönni. Ne, ez kicsit orientál, én egy vizuális típus vagyok, és még leragadtam az Olinál. Elmondom, hogy miért perelték be ezeket a szülőket.
azért, mert túl hizlalták a gyereküket, és a gyerek meghalt. Jó. Na, azért mondom, hogy ez egy olyan fordulat, hogy egyből elfelejted a pokoli tornyot. Jövünk vissza, és folytatjuk a témát a reklám után. Folytatjuk, és szedem a reklámszünet. Elég volt ahhoz, hogy itt témát váltsunk. Itt van velünk Jakubcsek Gabi, Bosala Rozi, Gangsta Zoli és Bárdosi Sanyi. És egy nagyon-nagyon érdekes és meglepő fordulat az angol joggyakorlatban, amivel most szeretnénk folytatni. A bíróság elé állítanak egy szülőpárt azért, mert engedték, hogy végzetesen elhízzon a gyerekük. Most a gyerekről annyit kell tudni, 16 éves volt, Kaylee így hívták, és vízfejűséggel és nyitott gerincsel született, kerekes székben ült, és egyébként a betegsége miatt is nem jósoltak neki túl hosszú életet, és most 16 évesen meghalt, a vád szerint egyértelműen a szülői hozzáállásnak tudható be, mivel nem biztosították számára egyrészt a megfelelő étrendet, másrészt azt a mozgást, amire neki szüksége lett volna. A szülők nem vallják magukat bűnösnek. Most tegyük félre picit azt, hogy ennek a lánynak volt némi betegsége. Az érdekel, hogy szülők vagyunk. Hát nagyon súlyos betegség. Nagyon súlyos betegség, csak hogy nem most nem ez a központi téma, hanem az, hogy egy szülő szerintetek mennyire felel azért, hogy a gyerek mit eszik? Hát 100%-ban. Ó! Nem? Nem, hát attól függ, hogy milyen kor van, nem? Tehát nem. Nyilvánvalóan csak egy ideig 100%-ban, aztán nyilván már van saját döntés a gyereknek. Csak kérdezem, és ilyenkor engem mindig megköveznek, hogy a gyerekről van szó, és egyetlen kérdést merek feltenni, de nem befolyásolja a gyerek gondolkodását, hogy te hogy neveled fel, hogy mire hát, neveled, ha azt hát, nézi, hogy pizzát eszel, csokit eszel és kólát iszol, ő is azt fog. Hát, arról nem beszél, hogy mit veszel otthonra. Így van, pontosan. Oké, tehát elindul egy minta, ugye? Igen. Minden szülő, és hát rengetegféle szülő van, rengetegféle mintával. Tehát van a pizzás, csokis, kólás szülő, épp úgy, mint aki, mit tudom én, Patika mérlegen méri le a borsószemeket és a csiamagokat, mert ő úgy tartja. Na jó, de hát egy szülő felelősségre vonható-e azért, mert ő maga sem tud táplálkozni, ő sem látta másképp, csak ezt a mintát tudja mutatni, mert ezt ismeri. Akkor ő bűnrészes. Na de most... Na jó, de várjál, csak... Mivel, hogy a gyerek, azt gondolom, folyamatos orvosi felügyelet alatt volt, feltételezem, hogy az orvosok előírtak egy diétát, valószínűleg nem tartották be azt a diétát, ami mondva volt a gyereknek. Igen, tehát, csak itt az a kérdés, tudtad, hogy egy kerekesszékben ülő gyermek, akinek véletlenül nagyon sok örömforrása nincs az életben, és ő könyörög, hogy apa, anya, hozd már ide azt az M&M-szet, akkor te meg tudnád tagadni? Akkor is, ha látod, hogy elhízott meg mindent. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tartották be. Lehet, hogy egyszerű szülők, lehet, hogy nem is adnak az orvos véleményére, de látják ott a gyereküket, akit óvnak, próbálják valahogy jó kedvében tartani, akár kajával. Jó, de nem hirtelen hízott meg ez a kisgyerek. Tehát, hogy ez egy folyamat volt. Ezt az orvosi felügyelet alatt senki nem vette észre, hogy ez már kóros, és hogy itt most már... Tehát, hogy én nem hinném, hogy nem hiszem, hogy a szülők... Hát, ha a szülők felelősek, akkor felelős mindenki más is, aki ezt az egészet, aki ez adta hozzá nevét. Tehát jó, hát ez a per még csak most kezdődött el. Az ápoló. És azért mondom, hogy ne is konkrétan erről az esetről beszéljünk, hanem arról például, hogy akkor csecsemőkortól felnőtt korig van, amikor már elengeded azt, hogy a gyerek mit eszik? Hogyan táplálkozik? Nem. Hát elengedni nem engedem el, nálunk ez most még aktuális, nem engedem el, de ma már azért... A gyereket, oda mész, megnézed, mit teszik? Hát ott már nem. Nem, de ha jön, akkor nyilván azt teszi, amit tőlem kap, és az jó. Nyilvánvaló dolog. Tehát, hogy ilyen téren nem. De ha már nem otthon lakik nálad, hát akkor hogy tudod, ez felnőtt kori, hogy tehát tudod? Én nálam például nagyon nehéz volt, mert ugye nagyon keveset evett az én lányom, ezért én örültem bárminek, tehát még a kinder tojásnak is örültem, mert az is kalória. Meg a Gabi, mi azért eléggé egy cipőbe járunk, hogy hol nálad van a gyerek, hol az anyukájánál. Ez, hogy nem tudsz állandó felügyeletet biztosítani. Tehát mondjuk nálunk meg pont az van, hogy még az anyján, én tudom, hogy ott jó helyen van, mert ott aztán fogva van. Hát én sokkal szabadabban engedem, ami nem biztos, hogy jó. De hogy ez is egy olyan dolog, hogyha az osztott nevelés van, akkor az hogy te egyedül hogy felelsz? Hát pontosan, mikor, tehát nem tudsz szemben menni, van egy új pálya, a te volt párodnak. Akkor nem.
Jó, hát most én arról beszélek, hogy mondjuk hozzám jön, akkor nem az van, és ott van a rendes vacsora, akkor nem az van, hogy ő rendel magának egy pizzát. Hanem tehát nálad brokkoli teszik. Nem, nem feltétlenül. De igen, de ez tényleg nagyon nehéz. Főre bűtök a plafonra mind a kettőt. Hogyha a másik szülőnél folyamatosan pizzát eszik, meg hamburgert, meg a Mekibe jár, akkor te, amikor nálad van a gyerek, akkor tényleg főtt brokkoli teszel elé? Tehát, hogy... Nem. Nem feltétlenül, kell a zöldség, de itt most két végletről beszéltél, az, aki teljesen nem figyel, meg aki patika mérlegen méri ki a csia magot. Tehát, hogy ez két véglet valahol, a kettő között van az igazság, nyilván oda kell figyelned, ne egyen gyorsértelmi kaját éjjel-nappal, néha azt is lehet, de mindig nem jó. Tehát itt a túlzásokban eséssel van a baj. És mindig ezzel van a baj. Én nagyon régóta azt gondolom, hogy az oktatásnak szerves része kellene, hogy legyen a dietetika és a tápláléktan. Hihetetlen számomra, hogy még az orvosi egyetemen se oktatják. Tehát, hogy nemrégiben egy barátom bélrákos lett, műtét után megkérdezte az orvost, hogy mi tehet, mit nem ehet, azt mondta neki, ami jól esik, egy bélrák műtét után. Tehát, hogy azt gondolom, hogy olyan szinten jár gyerekcipőben az oktatás, miközben sajnos minden elérhető, tehát tényleg 1000 forintért ipari hulladékot, üres kalóriát eszünk a gyors éttermekben, ezt ellensúlyozni kellene oktatással és felvilágosítással, hogy ezek mind-mind betegségekhez vezetnek. Na most Angliában egyébként olyan méreteket öltött az elhízás, hogy április 6-ától, tehát még jobban bekeményítenek, kötelezik a pubokat, az éttermeket, a kávézókat és azért ételkihordó üzleteket, hogy az ételek mellett tüntessék fel a kalóriákat. És ezt azért teszi az angol kormány, nyilván, hogy fogjon le a nép, rendben van. De a reakció az mind a két oldalon borzalmas volt. A fogyasztók azt mondták, hogy ezt nem akarjuk, mert nem tudom megenni a steaket, ha látom mellette a számokat, vagy a rántott húst. A vendéglátó vállalkozások meg azt mondják, hogy basszus, csökkent a forgalmunk. Tehát, hogy ez senkinek nem tett jót. Cigarettán is rajta van, hogy káros az egészségre, meg belehalsz. Alkalmazkodni kell. Hát ez azt fog eredményezni, több egészséges ételt fognak árulni a pubok meg a kiszállítók. Tehát ezt helyesnek tartod? Én azt gondolom, hogy helyes. Sőt, én azt gondolom, hogy abban az esetben, ha tartósítószert, ízfokozót, bármi olyan anyagot használnak fel a konyhákon, én azt is kötelezővé tenném, hogy kiírják. Mert átveri a felhasználót azzal, hogy telerakja ízfokozóval, telerakja tartósítószerrel, te eszed, mert finom, és közben gyakorlatilag rákkeltő anyagokat viszel be a szervezetedbe, mert nincsen szabályozva. Egyébként ezt egyszerűen, bárdosi országban ezt egyszerűen megoldanám én. Tehát, hogy aki szemetet ad az embereknek enni, bárdosi országban. Igen. Az az otthon is van. Én nyitnék egy éttermet nálad a bárdosi országban. Hihetetlen veréssel jutalmazzuk azt, aki szemetet ad az embereknek. Te is az egyszerű megoldások híve vagy. De nem? Oroszlányokkal összehozlak. Nincs túl beszélve. Tehát lenne egy ilyen gasztrórendőrség, és elmenne megverni. Rozikat. Ezért én nagyon komoly büntetéseket szabnék ki úgy, hogy akár be is zárjon, vagy nagy cégek menjenek tönkre. Oké, de ezek az adalékok is egyébként engedélyezve vannak, tehát hogy ezt emberi fogyasztásra alkalmasnak találták bizonyos intézmények, tehát ilyen tényleg ez baromi nehéz. Na jó, de ez nem feltétlenül igaz egyébként. Az a baj, hogy túlzásukba viszik az emberek. Például az ázsiai konyhában létezik egy MSG nevezetű adalék. MSG, a legjobb. A nátrium valami. Igen, de mi az, hogy legjobb? Annyira finom tőle a sült is. Nagyon jó, ez egy idegbénítószer egyébként. By the way. Miért? Bénának tűnik a barátunk? Bénának tűnik másrészt. A botox is az lányok. Így van. Nem is botox. Én nem is botox. Azt sem engedném. Tehát az okay. Egyenes agykárosodáshoz vezet, az én szerintem a botox. Tehát mi van az MSG-vel? De az egy idegbén, tehát az egy... Oké, de hát járok, basszus. Hát, na jó, de nem, tehát nem mennyit minden... Mennyit kell ahhoz, hogy... De nem tudhatod, hogyha bármilyen, nem tudom, hogy egészségügyileg milyen, hogy vagy, de ha bármilyen alvászavarod, emésztési zavarod, vitaminhiányod, bármilyen bajod van, ezek mind lehetnek ettől, hogy te ezt eszed. Érted? Ennek a cáfolatát is olvastam már, tehát te honnan tudod? Mondták. Tehát, hogy érted azt, hogy honnan? Ez egy káros vegyi anyag. Nekem olyan fejfájásom lesz tőle. Zoli, hozok majd egy flakonnal,
szórjál rá bármire, imádni fogod. Szerintem felszívom úgy, hogy van. Legjobb dílerem a bocsi. Igen, hoznám az LSG-t zacskóban. Szóval, mennyi ebben? Visszatérve a kalóriára. Van-e itt bárki közülünk, közületek, aki amikor eszik, vagy nézte vala a kalóriát, hogy mennyit visz be a szervezetébe? Egyáltalán van-e fogalmatok erről? Nagyjából van. Én, hát nekem muszáj a cukormérések miatt, uh-huh. de nem a kalóriát, hanem a szénhidrát tartalmat, de ott, mellette ott van ugye nyilvánvalóan a kalória is. Ilyen táblázatokkal hát, leszel? Táblázatokkal megtanítottak Jézus, enni, de uh-huh. most már nem, mert most már azért nem figyelem ennyire, de úgy nagyjából látom. Igen. De mondjuk, amikor egy gyereket megtanítasz így enni, vagy kvázi táplálkozni, akkor azért ott muszáj valamiket mondani neki, hogy mennyibe mennyi van, vagy körülbelül mennyi van. Igen, de én például nekem fogalmam sincs. És volt olyan, hogy csalódottan félretoltad a tányért, mikor már neki jutott, és lapozgasz, és az anyám hát igen, isten. Van. Ilyen volt, aha. Hát akkor az itt te képben volt, te ilyet gondolom, hogy ott... Én nem feltétlenül a kalóriákba hiszek, egyébként nagyon-nagyon eredményes az, hogyha tényleg egy komoly elhízást kezelnek kalóriadeficittel, az nyilván eredményes tud lenni, de én a hétköznapokban nem feltétlenül, én inkább, hogy ez a kalória mit tartalmaz. Tehát vannak üres kalóriák, és vannak vitaminnal, ásványi anyagokkal telt kalóriák. Tehát nem mindegy, hogy egy csokis piskótának a kalóriáját nézed, vagy egy salátának a kalóriáját. Hát lehet nem, ugyanannyi, nem. Tehát ugyanannyi kalóriányi hús, saláta, zöldség, az egy sokkal vitamin és ásványi anyag tartalmú. Tehát akkor vidáman leszek, Dagi? Nem leszel dagad, teljesen másképp épül be. Aha. Nem a kalória, hanem a szénhidrát és az, hogy a cukrot, a szervezetet hogy tudja feldolgozni, a szénhidrátot. Tehát attól, hogy megemelkedik-e ettől neked a glükóz a szervezetedben, le tudod-e ezt bontani. Tehát, hogy én nem a kalóriákba hiszek, igazából ez minden embernél más, hogy reagál ezekre. Sanyi, ti, amikor sportoltál, akkor volt ilyen számolgatás? Nem. Nem volt számogatás, nálunk ugye súlycsoportos. Hát ott nincs súly, izé, súlycsoport. Súlycsoport mérlegelés. Nem amit számoljanak. De hogy nem, elmondta, pontra a múltkor itt mondta el, hogy kis körömreszelővel a kilogramm számlálunk, ki a mérleget. Megreszeltük a mérleget, de jó, de az nem azért volt, az azért volt, mert ugye olyan mértékű izommunkát kell elvégezni nap, mint nap, és azt nem tudod csak, hogyha beviszed a kalóriát, különben összeesel. Na most... Igen, de a kettő meg nem áll arányban, mert közben meg azt várják, hogy a súlyod meg jó legyen. Tehát, és amikor súlyrendezés van, ezért az mindenki nagyobb súllyal él, mint a súlycsoportja. És akkor utána szépen le kell engedni, nyilván akkor a munka is kevesebb, már csak a súlyoddal foglalkozó, stb. De azt nem javaslom senkinek, ez butaság. Annyit kell enni, amennyi, bocsánat, rosszul mondom, akkor kell enni, amikor éhes vagy, nem össze-vissza. Tehát éhes vagyok, leülök és akkor kajolok. Annyit, hogy amikor már nem vagyok éhes. Ezt egyébként a legtöbb... Hát az a legnehezebb észrevenni. Ez a legnehezebb észrevenni, nagyon kell figyelned magad. Persze. És ha lassan eszel, van egy tollig, elkezdesz enni, és akkor a gyomrodban enzimek, különböző anyagok kezdenek el termelődni, és akkor ezek által végül jön egy olyan érzés, hogy már tele vagy. Na most, ha ezt, mit tudom én, 8-10 perc alatt jön el, ha az alatt megeszel 5 tányér gulyást, akkor 5 tányér gulyást tettél. Ha csak fél tányért, akkor fél tányér. És akkor innentől kezdve mondom azt, hogy az egyik az ennyi kalória, a másik meg ennyi. Hát meg, hogy ne végezz mellette más tevékenységet. Én így fogytam le egyébként most 15-öt. Tehát én így fogytam le 15-öt ledobtam, így. Hogy figyelsz magadra, mert ezek a táblázatos diettől én kész lennék, hogy Ti tudjátok, hogy mennyi a kalória szükségletetek? Tehát ezt, Zoli, te például tudod, hogy mennyi a... Teljesen, de ne viccelj már, hát föl van jegyezve. Honnan az anyámból tudnál? Én sem. Gabi, te... Tényleg egy okkernak állna az okos órában jegyezve. Nézzük, a mai kalória szükséglet, az annyi, mint...
senki nem szarja le. Így van. Na jó, én tök tudatlan vagyok, mutatok nektek egy pár ételt, élelmiszert, és satszoljuk meg, hogy mennyi kalória lehet. Gabi, profi, Zolinak fogalma sincs, Sanyi sportoló volt. Tehát fogalma sincs. Rozi, meglátjuk. Meg Firenzében végzett dietetik a szakon. Ez nem igaz. Ezt most megnézem, mert én biztos, hogy amire ő azt mondja, hogy jó, én azt mondom, hogy na ez. Van egy kis zavar ebben a cal, meg kácal. A kácal az kilókalória, nem? Aha. De mindig kácal van megadva, de calnak mondjuk. Tehát, hogy kalóriát mondjuk a kilókalóriára. Tehát, okay. De ez hogy lehet? Tehát ez akkor most, ha ki van írva, hogy valami 220 kácal, akkor az 220... Két nulla van még mögötte. A 220 ezer kalória? Nem. De akkor még kácal van odaírva. Ez jó kérdés. Csend van, mi? Nem, a kiló az mindig... Az mindig Zoli, száz. Ne a kiló mindig száz. Ne uralkozz. A pénzt meg megtartja, jó? Hívjanak fel most. Zoli. 3,2 millió. Hívjanak fel most. Mutatok képeket. Képeket szeretni fogod. Képeket mutassuk. Csoki. Karamellás? Igen. Nugátos? Ez a hány kácal? Karamellás, nugátos, csokival. Ismeritek a márkát is talán. Ebben a szeletben mennyi kalória van, ami nekem kácallal van megadva. Gabi, te biztos mondod. Szerintem tudod. 400 körül. Oké, okay, Zoli? Fogalmas, hogy mik a mértékegységek, nem tudom, 5000, nem tudom. Nincs 5000. Sok száz. Mondta Rozi, a barátom, sok 350. Jó, ez 228, nem is olyan sok. De közel. És azért elmondom nektek, hogy a férfiaknak a napi kalória szükséglete 2300 és 2700 között van kalória. És ez majdnem ugyanígy jön ki. Nem. Én sem tudom mondani, hogy ez enter vagy exit. Előtte. Zoli, ebből megehetsz 10-et. Hát az ilyen exitből már nem szeretnék 10-et megehetni. Akkor mutatok mást. Hát egyet se. Ez hal. Ez egy zsír darab. Nem zsír, ez egy hasalja. Lejtették a zsírt és sült hasalja. De a zsírokra is szükség van a szervezetnek, tehát kell lenni ilyet, nem száríthatod le magadat teljesen ezek nélkül. Persze, Sanyiát eszünk is, de mennyi kalória van benne? Nagyon finom. Egy ilyen 10 dekában, mennyi kalória van? Én szerintem 150. Én tartanám az 5000-et. 150? A mars volt 228. 300. Igen, ez is 300. Ilyesmi, 3-4. Okay. 10 dekáról beszélünk. Ez 10 dekáról, az 517. Jó, a következő. Egyre jó. Carbonara! Megismertem, Carbonara! Na, akkor tippelj egyet! Mennék tovább. Jó, egy tányérban mennyi van? Egy tányér carbonara. Egy adag. 5-50. Egy tányérban egy adag. 5-56. Két tányérban két adag. 600. Oké, 750. Az jó nagy. Megyünk tovább. Ebben mennyi van? Ebben sok van. Sok. De mennyi? 100 gram van? Hát 10 dekáról is tudok mondani, meg 10 darabról is. Tehát 10 személyen. 10 deka. 10 deka ilyen. 10 darab az szerintem... 100 gram ilyenből. Milyen mondulat? 100 gram ilyenből, igen. 10 darab az 70 kalória. 700 körül a 10 deka. Jó, akkor szorozz föl, hogy az mennyi 10 deka. Meg vagyunk. Pontosan. 10 deka az 6, 26. 10 szem az 70. Mint ahogy kínai nyertem. Igen. Na, van még kettő. Nézzétek ezt. Rizsa. Ez jó. Ezt megismertem én is. Rizsa. Én is megjelölöm a rizsát, vágó. Egyen, nagyon jó. Egyen adag, ez kb. 30 deka lehet, egyen adag. Mennyi kalória? 354. 355. Az körülbelül stimmel. 10 deka egyébként 130 kalória, amit egyébként most csodálkozni fogtok, legalábbis én, hogy a főtt krumplihez képest csak 86. Tehát, hogy sokkal több van a rizsben, mint a főtt krumplia, és mindenki, aki fogja, akkor rizs kérek, és nem krumpli. Igen, de ez a lebontáshoz más. Na, attól külön, tehát ez a lényeg, hogy ebben jó kalória van? Nincs keményítő, attól függ, hogy milyen rizs. Mondjuk a sushi rizsben nincs keményítő, a burgonya meg tele van keményítővel. A keményítő pedig beépül zsírgen. Akkor még az utolsó, ebben mennyi lehet? Vajas kenyér. Vajas kenyér. Borika megkóstolta. Egy átlagos szelet, vastagon megkenve vajjal. Hát 250. 290. Ilyen drága most a kenyér? Jó, hogy igen, 260 van megadok. Gyakorlatilag ebben több van, mint egy marszeletben. Aha.
De akkor is jobb. Ez elképzelhető. De jó, csinosabban néz ki, még így lefarokkoltékben mindenben. Miért? Mert ez rost. Szénhidrát, nem? Szerinted a búzában, az élesztőben, egy kenyérben, illetve a vajban, abban szénhidrát van? Tehát, hogy így ennyi? Meg zsír, ugye? Nem. A vajban zsír? Tele van ásványi anyaggal. Egy jó kenyér, egy jó fajta kenyér, egy jó élesztővel. Gépzsír. Az egy fantasztikus étel tud lenni. És ha megszorom MSG-vel? Az az igazi. Jó MSG-s majas kenyér. Imádnám. Na jó. Képzeljétek el, a német Bild-Zeitungban megjelent egy cikk, és itt nálunk felmerülnek néha témák a háború kapcsán, amelyek azért egy picit vidámabbak. És a német Bildben nagyjából úgy lehet összefoglalni a cikk lényegét, hogy zuhanyoz kevesebbet, hogy betarts Putyinnak. És büdös lesz, vagy nem jönnek az oroszok, mert büdös van. Nagyon egyszerű a magyarázat, nyilván, hogyha kevesebbet zuhanyzol, akkor kevesebbet fogy a gáz, akkor a te országod nem fog annyi pénzt fizetni a gázért, és abból nem tud annyi Kalasnyikov golyót venni, és azt nem tudja elküldeni az ukránok ellen. Tehát ez az összefüggés, de ezt komolyan gondolják. A Bild-Zeitung inkább azt mondja, hogy kiesett a Bayern München, hagyjad már. Na, gyerekek, egyébként ti a háborúnak a megfékezése érdekében vagy, hogyha úgy fogalmazhatnék, hogy kevesebb ember halna meg azzal, hogy te kevesebbet zuhanyzol, tennél-e ilyet, ha hiszel ebben az elméletben? Világbéke. Erről beszélünk, Gabi, erről beszélünk. Hallandó volnál-e kevesebbet, tehát mondjuk csak hétfőn is csütörtökön zuhanyozni, nem, akkor inkább rövidebb, nem? Vagy inkább másképp, igen. A torgyot lehet mosni? Cicamosdás ilyenek, tehát... Hogy... Torgyot lehet? Hát jó. Kicsi vízzel torgyot, csak... Egyszer a torony megérkezik, nem megy el, ugye? Tehát az marad konstant. Nem, csak egy kérdés, ez egy gyakorlatilag kérdés. De ez nem érdekes. Amikor nem akarok háborút, akkor a toronyt hogy csináljam? Behatolt és végigviszi. Ez és a felné. A motor és a kuplunk, valamint a torony. Erről beszélünk mi férfiak? Igen. De nem az, hogy milyen hosszan tudtok róla. Igen. Foci? Igen. Nektek most milyen a fürdési zuhanyzási szokásotok, ritmusotok? Hát én hétfőn is csütörtökön. Nem igaz. Te vagy a legillatosabb itt a kanapén. Cica. Gabi? Én nem leszek népszerű. Én naponta többször, sokszor, állandóan, mindenhol, minden átöltözésre. De ki is ereszted a vizet, és utána így kipancsolod, nem? Én nagyon sok vizet használok. Nagyon sok vizet használsz. Ezt el is mondtad, hogy téged úgy lehetne megtalálni a legnagyobb vízfogyasztás. Ahol a legnagyobb vízfogyasztás van, igen. Zoli, mitől vagy ilyen illatos? Napi hány fürdés ez? 8x4. Hát napi egy, azt szerintem napi egy az illendő azért. Napi egy az illendő, és ezt tartod. De azért valamikor kettő. Valamikor ránaszt még egyet? Valamikor edzés kell utána is. Uh-huh. De az nem az én vizem. Az az edzőm. Semmi közel háborúhoz? Semmi. Ti is hasonlóan tartjátok, Rozi. Napi. Ugye ez még nem intim kérdés, mert tudom, ilyenkor az arcod ilyen most. Igen. Reggel este, hát ez... Reggel este? Mind a kétszer? Uh-huh. Nagyon reggel este. Szegény ukránok, mi lesz ezekkel? Reggel este. Mindenki pancsol, mind a napi eszemen. Egy, de egyébként azt is, én azt mondom, én például szappant, meg mit, ilyen tusfürdő, nem is használok mindig. Tehát ha nem, szerintem... Ilyen érezzük is, Sándor. Nem kell, tönkreteszed vele a bőröd. Még a birkozó... Mondjuk a két napot kéne a háború megakadályozása érdekében, két napot kéne választod, melyik lenne az a két nap? Csak azért, hogy ugye nyilván programokhoz kell igazítani. Igen, hát még vagy a kell kevés. Hát hétvégén nagyon betyárműdös tudnék lenni, mert akkor... Tartanátok koszos napot? Lenne koszos. Nekünk volt egy olyan turnék egyébként, és akkor nem is volt háború. Sex Sectionnel kitaláltuk, mert most ugye a Motorheadbe valaki kitalálta, Filthy Animal Taylor, ugye a dobos, akinek szennyes állat Taylor volt a neve, kitalálta, hogy az egész turnénat ne fürödjenek. És mi ezt megpróbáltuk megdönteni. Hát azért voltak érdekes illatok. Jó, akkor hogy ez ne legyen a német cikk. A német cikk még azt mondja... Nem, véget is ért a dél-szláv háború. Ez akkor van, igen. Persze. Tehát azt mondják, hogy nem muszáj mindenhol megmosdani, négy testrészt ajánl fel ez a cikk. Halljuk a négyet? Viszont fizetős volt a cikk, és nem tudtam végigolvasni, mert nem fizettük ki a cikket. Nem viccel, tényleg így volt. Ez tehát, komoly. Akkor találjuk ezt. Itt hagysz a legnagyobb kételjét. Miért nem kértek tőle kölcsön, most nyer! Fizetd már ki azt a cikket! De annál érdekesebb, mert így szét tudom dobni a kérdést, hogy mi lenne az a négy testrész? Te mit most hát, rámen? Hát a torony, a tokja, meg még kettő másik.
Oké, okay, Zoli megvan. Gabi, igen. négy testrész. Gondolj arra, hogy Putyin nem kap több lőszert a Karasnyikovjába. Négy testrész. Hetente. Nem, hát ne, figyelj, ha nagyon nagy vonalakban gondolkozol, akkor hát akkor a lábad, az altájad, a hónod, meg a szád. Meg az alja. Nekem a hajam nagyon fontos lenne benne. Tehát fejmosás. És mit áldoznál be a hajadért? De elpazarod a hajadra, elpazarod a lábadat. A lábad az nagyon tiszta, ez magától is. Igen, jár rajta, és öntisztuló láb. Öntisztul, ezt hiszem benne. Sanyi, hasonlóan férfiasan, mint Zoltán? Persze. Hátul, elő. Akkor nem lehetne, hogy amit rajtatok spórolunk, azt mi elhasználjuk? Mert én úgy látom, ez az arány. Hátul, elől, te alul ilyen alváz. Mosás, minden konvex és konkáv dolgozik. Igen, és akkor... és megmosnám még a fogam. Ennyi. Aha. Jó. Zoli, egyébként kíváncsiak, hogy ezt tudod-e igazolni. A Bildzeitung kiesett a Bayern München. Igen, de megkérdezett egy bőrgyógyász, csak azért, mert hogy ez a Succession turné ez így működött. Azt mondja a bőrgyógyász, hogy a napozó... Mária utcában volt vége. Akkor nem jön be az, amit a bőrgyógyász mond. Mit mondott? Ő azt mondta, hogy a napi zuhanyzás megszüntetése következtében elszaporodnak a jó baktériumok a bőrön, nem aminek mondtam. Következtében például elmúlhat az ekcéma. De most? Nem. A kellemetlen testszak pedig a bőrgyógyász szerint 3 hét alatt elmúlik. Mi van? Na, csak látod, hogy igazam volt? Nem kell szaptálni. Lesz 3 nehéz hetünk, de aztán jó. Igen. De az se nehéz. De miért múlna el? Hát az termelődik újra. Nem tudom, hát ez csak olvasom. Nem bedugul az orrod. Hát fizessük már ki ezt a cikket, gyerek. Nem termelődik újra, nem. Hát hogy te termelődik? Hát váladékod termelődik. Igen, de az lemossa. De aztán... Igen, tehát valamiféle öntisztulás beindul, azt mondják. Igen. Hát neki a lába öntisztul egy nap alatt már. Az a Rozi lába, de te például ugye a fiú turnén... Ott nem éreztük az öntisztulást. De nem, de eddig se tisztult. A szaszam mondjuk 2 hét után megmosta a haját egy üvegborért, mert már... És ez mind a 4 haját megmosta már komolyan. Meddig tartott a turné? Sajnos 3 hétig. Tehát nem tudtuk meg, hogy aztán elmúlik. Tehát olyan nem volt, hogy a testszag jóra fordult. Nem, semmi nem fordult, ott semmi nem fordult jóra azon a turnén. Én egyszer fogadásból az egyik csapattársammal megbeszéltük, 3 edzéssel dolgoztunk per nap, és hogy akkor nem ér fürdeni. Yes, és akkor, Isten. Hát ez hétfőn volt, és pénteken végül is elmentünk zuhanyozni, de nem voltunk büdösek, vagy legalábbis nem panaszkodott senki. Hát nem mertek, hát. Vagy nem mertek, nem tudom. De nem volt, nem, tényleg nem. Rozi, te voltál ilyen nomád körülmények között többször is, ugye a Machu Picchu alatti erdőbozótban. Tehát ott a természet, a folyó. Igen, de hogy meddig lehet bírni ilyen, vagy fürdés nélkül, vagy cicamosdással? De tényleg folyóba se ér? Mert hát az úgy is folyik. Hát az úgy is folyik, abba ér. Abba ér. Eddig megmártozni? De hát itt véletlenül a melegvízfogyasztás, tehát hideg vízben szerintem nyugodtan. Tehát a cicamosdással sokáig elhúzhatta. Hideg vízben. De te hogy bírtad? Tehát volt... Folyó volt, és hát... Na, minden nap volt egy folyó? Hát nem másik, ugyanaz a folyó volt ott minden nap. Nem volt olyan, hogy nem volt ott a folyó. Meg néha belementek a Gangesba. Az Gangesz az nagyon tiszta. A Gangesból inni lehet gyereknek. Látták képeket? Ha valami. De valami. Gangesz, Zoli és a kártel. Ennyi. Vága Zoli és a kártel mindig egy évben egyszer lépnek föl. Van-e bármi más? Olyan volt. Vága Zoli és a kártel? Minden új évkor repkoncert, persze. Van-e bármi olyan, amit hajlandóak vagytok? Mondjuk a háború elkerüléséért valamilyen cselekeddel elősegíteni. Tehát például, mit tudom, hogy kevesebbet tankolni, nem inni orosz vodkát. Na, azt nem. De a vodkát hát azért elég legyen már. Jó, most melyik, én a tankolásra mondtam. Mondtam 2-t, kikérem magamnak. Jó, akkor mondom. Jó. Hajlandó vagy a, mert ezt a németek tényleg javasolták, tehát nem csak a Bildzeitung, hanem mondták a lakosságnak, hogy nem lesz esetleg már ősszel gáz, vagy, tehát hogy például azzal tud sporolni, hogy a lakás hőmérsékletedet lecsökkentett 18-19 fokra. Erre hajlandó lennél? Hát ez egy viselhető dolog, hát egy pulóverrel többet veszel. De csak kérdezem én, és akkor mi van? Akkor kevesebb gázfogyasztanak a németeknek, nem kell új gázra fizetni az oroszoknak ezért. Putyinnak kevesebb nem tud költeni fegyvert. Kicsit azért áttételes az, nem? Az nagyon érdekelne, hogy ezt hogy lehet kiszámítani, hogyha itt vagy ott visszaveszel valamiből, akkor valóban létezik-e olyan matematikai számítás, amiből
ez kiderül, hogy te ezt hasznosan teszed-e. Érted? Igen. Hát ez nem lehet, hogy inkább azért van, mert hogy ott gáz problémák lesznek, és akkor már most szokjanak hozzá, hogy... Hát nyilván az is, hogy most szokjanak hozzá, de ugye itt megy a vita Európában arról, hogy vegyünk-e egyáltalán az oroszoktól bármi nemű energiaforrást. És hát vannak olyan országok, Magyarország, Németország, hogy igenis mi veszünk. Hát jó, mert nincsen más. És többi más. Ország, mert igen, hát nincs alternatíva, hát pontosan. De hogy ez gyakorlatilag az egyetlen bevételi forrás az oroszoknak, írják. Hát ez az én véleményem egyébként, én szerintem ők megvannak a nyugat nélkül is. Szerintem is. Ez olyan dolog, most érted, téged se hív föl a fogorvos, hogy most ki szeretné fúrni a fogadat, mert ezt majd te mondod. Érted. Ez hogy, ezt nem értem. Igen, hát de ez összefügg ez az országon. Ez úgy függ össze. Nem igaz, ezt hogy nem lehet érteni? Tehát ők akarnak tőlük venni. Hát most neki nem mindegy, eladja másnak. Nem teljesen így van, most nem menjünk ebben nagyon bele, de például a Kínának szívesen eladnál, Kínának nem tudja odaszállítani, mert nincsenek meg a vezetékek. Tehát nem olyan egyszerű ez, ahogy mondasz. Egy hétvégi program. Jó, akkor még valami. Rozi, te például váltanál indukciós lapra a gáztűz helyett az étteremben? Már az van. Már az van? Persze. Akkor megoldottuk. Jó. Ennyit erről. Akkor mindjárt vége a háborúnak. Mindjárt a békét tárgyalásokat lefolytattad. Én mindent megpróbáltam. Most fogytak ki a töltények szerintem már, hogy nem az a pazarlás, amit csinálnak, hogy most például egy lakás, ugye a fűtésről beszéltél. Minek kell 25 fokra fűteni? Nálad mennyi? 24. Nem hát mondod. Akkor nem fogod jól érezni magad. Van. Nem mondod. Nálatok mennyi ez van? 4? Élhetetlen. Mi élhetetlen? Mennyi van nálad? 20. Minek 20? Milyen 20? Hát mert 20. Az a friss érzés. Max. Meg, és télen-nyáron nyitott ablaknál alszunk. Tehát, hogy az egész éve köhögtök. Na, én ezt szeretem, most elnézést, igen. Nem egyébként csak szokás kérdése. Köszönöm. Én, hogyha átmegyek haverokhoz, ott is megfulladok. Egyszerűen ez a 25 fok, ez olyan sok. Ti is lehűtitek a lakást? Teljesen. Nekem 19-20 fok. 19-20, Gabi, nálad? 20-21. Zoli? Fogalma nincs. Miért bírja beszélünk? 18-19 maximum, de... És a 18-tól 50-ig. Na, neked ez minden? Ja, hogy a fűtés? Jövünk vissza. 23. Jó, köszönöm. Jövünk vissza egy másik történettel, ez egy tinderes randi volt. Egy Tinder hölgy olyan. Megismerkedett egy fiúval tinderen, aztán a fiú fölment a hölgy lakására, és megtörtént, aminek meg kell történnie, és a fürdőszobában, amikor a fiú kiment a fürdőszobába, talált egy gyógyszeres flakont, és azt gyorsan lefotózta, és amikor elment a hölgytől, megnézte a Google-ban, hogy az milyen gyógyszer. És hát aggályai támadtak. Hogy milyen aggályok, ezt majd elmondom, jövünk vissza nem sokára. Gomba ellen. Hát ez még egy annyira helyes szerelmi történet. Egy fiatal lány és egy fiatal fiú találkoznak a Tinderen, és a lányt úgy hívják, hogy Chloe, megismerkedett a sráccal, személyesen is találkoznak, a srác felmegy a lány lakására, ott aztán szerelembe kerülnek, tehát szerelmeskednek, és aztán a srác hazamegy, és nem történik semmi, és egészen este történik az, hogy a lány ráír a srácra. Tehát nem a srác ír a lányra, hanem fordítva. Annyit, hogy mi újság. Mire a következő választ kapja a lány. Hello, nem akarok bunkó lenni, és tudom, hogy kínos, de rákerestem a tablettáidra a Google-ön, amiket a mosdón hagytál. Tudom, hogy gáz. Azt találtam, hogy ezek antipszichotikumok. Ugye nem vagy mentálisan beteg, csak azért, mert nem mennék tovább, ha az vagy. Ez volt a válasza, ez itt ugye ezt a lány kirakta. Na, először is szerintetek érthető-e az, hogy a pasi erre rákérdezett? Talált egy tablettát, ott volt a mosdó szélén. Hát, logikus. Figyelj, szerintem érthető. Kiguglista. Én azt nem értem, a kiguglista. Igen. Hát tudod, kit érdekelne, mit szed? Hát amit akar. Hát. Igen, de a srácot zavarná az, hogyha ott lenne valamilyen mentális. Na, de ha őt zavarná, hogy lenne valami mentális, akkor jobb, hogy most derül ki, nem? Uh-huh. Mint hogy később derüljön ki. Tehát akkor jogos. Ez egy kor. Mikor hát igen, ha olyan, akit ez zavarna, akkor inkább derüljön ki az elején, mint a
végén, hát meg vagy amúgy a közepén. Is. Nem, azt azért jó tudni ám. Tehát, hogy egyébként tök logikus. Tehát ez logikus. Okay. Hogy bolond a mennyeske, azt jól tudjuk. Hát de nem, most gondolj bele, már eleve nem írt a csávó, rögtön írt neki. Jaj, tényleg igaza van. Na hát jó, rögtön de... várt egy napot, igen. De ki az a paraszt, már ne haragudj, aki nem ír másnap a nőnek, elnézést kérek. Hát tehát legalább... Az, aki fél. Akkor mondjuk te egy ilyen helyzetben vagy. Első estét töltesz a új szerelmednél, kimész a fürdőszobába, és mondjuk találsz egy tabletát, és mitől rá van írva, hogy skizoidzin. Ami nem tud pontosan mi, de egy picit olyan beszédes, ismered a skizó szót, meg mit tudom én. Megkérdezett, hogy babá, mi ez a bogyó? Ennyi. Nem így googlizgatok sunyító a Nestlétől. Persze, itt a sunyiskodással van a probléma. Ilyen, bátortalan majom. Így van, egy bátortalan, töketlen arc. Hát legalább azt mondanám, hogy figyelj, akkor most ne a lakáson találkozunk, hanem váltsunk már egy pár szót, ismerjük meg egymást, és elmegy megkérdezni. Tehát újra üljön fel a buszra, autózzon be. Hát, hogyha ott a vége, akkor minek annyi időt szánni rá, érted? Tehát, hogy azért az ember nem olyan, hogy hosszan valakit lefektetek, akkor vagy. Legalább megtisztelem annyival. Hát hogy... igen, de a végét nem szokták megtisztelni. Az elejét szokták megtisztelni, a végét már megtisztelni. Én nem rágooglisz, abból én bedobok egyet, és akkor ráírtam volna ezt, hogy nem, így, édesem, amióta bevettem a bogyódat, mosolygok, van fura ez. Na jó, akkor nem googlizol rá. Mi van, hogyha olyan gyógyszert találsz, amiről sose hallottál? Tehát hát ott akkor rágooglizok. De lefotózol. Megkérdezem. Megkérdezem a csajtisztára, megkérdezem a gyógyszerész haveromat, hogy mi van akkor, ha nem veszi be. És mi van akkor, ha én beveszem? Ha ő nem veszi be, én beveszem. Nem, ha nem veszi be, és tudod, mondjuk neki megy a toronynak egy izével, vagy valami, az baj. Igen, én is azt félteném csak, hogy nehogy támogatom. Így aludnék mindig. Várjál, te visszajössz a fürdőszobából. Láttál egy gyógyszernevet, de nem tudod mi az, valószínűleg meg se jegyzed. Te rákérdezel a csajnál, vagy megpróbálod megjegyezni, és a gyógyszerész haverodat kérdezed meg? Nem, én megkérdezném a csajt, nyilván kamuzik, ha valami nagyon durva gyógyszer, és utána csak megkérdezem a gyógyszerészt, hogy ezt mire adják. És akkor azt mondja a gyógyszerész, hát ezek ki lehet írtani egy angokházát. Igen, azért, mert hogy teljesen elmebeteg, és akkor, na hát akkor úha. Ez nagyon, én például nekem egy csaj mesélte, hogy egy pasinál volt, és azt látta, hogy vérnyomás csökkentő van az éjjeli szekrényen, és azt mondta, hogy nem randizik vele tovább, mert nem akarja, hogy meghaljon vele az ágyban. Esküszöm. Már ezért kell megkérdezni, hogy mi van akkor, ha nem szedi be. Tehát már akkor tudod, hogy mit nem szabad, vagy hát a vérnyomás csökkentő, magas lesz a vérnyomások. Ennyi, így van. De sztrókot kap, vagy valami. Alapvetően egyébként, hogyha párkapcsolatba lépsz valakivel, van-e jogod tudni, hogy valami baja van a másiknak? Tehát lehet ez bármi, ez lehet szervi baj, ez lehet egy korlátozott élettartam. Szerintem ez alapvető bizalom kérdése. Attól függ, hogy milyen következményei nem? vannak, és milyen súlyos a dolog. Tehát, hogyha egy olyan dolog, amivel együtt lehet élni, és semmilyen más hatása nincs. Akkor nincs között hozzá. Szerintem nem, akkor nem ezzel indítja azt, tehát, hogy nem a korlapját mutatja meg az ember a másiknak, ahogy leül valakivel, szerintem. De szerintetek nem intimebb dolog már valakivel, lefeküdni, mint megkérdezni, hogy egyébként jól érzi-e magát? Nem tehát, kell hogy... megkérdezni, nem, inkább fordítva kérdezem, hogyha... Mindenképpen előbb le kell feküdni vele, letesztelni, hogy jó-e a műsor, és majd utána beszélgetünk. Nem. Inkább egyetlen azt, hogyha mondjuk neked van valami, akkor zsákba macskázat itt. Akkor döntök kaja után. Hogy elmondod, de úgy érzed, hogy joga van-e az új párodnak tudni erről, vagy nincs? Ez a te dolgod. Ki mondta, hogy az új párom? Hát még azt várjál azzal. Hát, jó, de akkor a kapcsolat melyik szakaszában van igen, már joga tudni? Igen, ez a jó kérdés. Szerintem is ez a jó. Azt tudod, hogy én hülye vagyok teljesen. Szerencsét, hogy most elmész. Ha valami fertőző cucc van, tehát valami fertőző betegségről beszélünk, akkor azért nem árt, hogyha tudod a legelőre. Akkor egy, kettő, mi akkor van? Akkor elszúrtad, hogy először lefeküdtél, és oda sajnos a négybetűs kis játék. Pardon? Na, látod? Na, ezt mondom, hogy nyilván vannak olyan betegségek, amiben az embernek felelőssége van, és igen. Akkor azt közölni kell, vagy ha rosszul leszel, közölni, vagy kezelni. Például, ha tudod, hogy esetleg előfordulhat, hogy rosszul leszel, vagy bármi olyan vagy dolog. Vagy kimész a konyhába egy késért. Akkor szerintem szólni kell. Ha meglátnak, rosszul leszek. Egyébként a srácnak úgy kellett volna tennie, hogy nem tudja?
Tehát, hogy lefotózta, kiszbiszta, stb. Neki és diszkéte. Kivárni, míg történik valami, amire azt mondta, aha, tehát mondtam. Hol a kukim? Az elejétől. Úgy tudtam. Mi? Ott volt a gyógyszer, úgy tudtam. Isten itt neki ott. Megyek is. Megyek. Jó, ha mondjuk teszednél valamit mentális problémákra, akkor te ezt hogy tartanád egy új ismerkedésnél? Úgy, hogy amíg szedem, addig úgy sincs probléma velem, tehát miért közöljem vele? Vagy azért elmondom a biztonság kedvéért, hogy tudja. Ha meg elfogy, akkor leszalajtom a gyógyszertárba. Hozzámegyek, pszichóval feszülízni, két dobozza. Igen, de közben meg izé van, tudom. Jó, más véleményére is kíváncsi vagyok, Gabi. Tehát te valami hangulatzavar vagy személyiségzavarra szedsz valamit, tudsz róla a gyógyszertől jól vagy, nincs semmi gond, közlöd-e? Hát az elején nem. Miért? Mert az elején még nem biztos, hogy rátartozik. Ha olyan fontos személyé válik az életemben, hogy már a bevételtől lefelé is érdekes ez a dolog, akkor lehet, hogy elmondanám, igen. Bevételtől lefelé az a Zoli torja. Igen. A jó. Piruláról beszélj. Akkor nem egy rövid program. Randiznál-e te valakivel, akinek valamilyen tudott mentális betegsége van, de ő ezt kezeli? Én nem. De ő kezeli? Én nem. Mert én nem tudok ezzel a helyzettel mit kezdeni. Hát segíteni meg... tudok, de nem... De mi van, hogyha mondjuk valamit csinál? Tehát, hogy... De mondom, kezeli. Tehát ez egy hangulatzavar, vagy... Hát jó, hát más felé nézel, hogy... Kezeli, nem kezeli. Ez mindig hozzá. Megállunk a benzinkútnál, jön egy hangulatzavar, hát hogy kezdeni? Gyerekek, azért nem ez a... Ez nem ez a csor, amit ti... Na, életemben nem láttam. Jövök, beüt a kocsiba. Na, mi szonál? Mi szonál? Most arra nézünk, srácok. Ti félreértelmezitek, ezek nem ilyen jelenségek, tehát ja, ezek ja. Igen. Tehát, mondjuk, igen, és hogy ilyen halál nyugodtan? Igen. De nem mindenki nyugodjon meg, igen. De a hajlamos dűrohamot kapni meg ilyenek. Azért nem mindenki hajlamos dűrohamot kapni, akinek van valami a személyiségzavar. Azt te csak hiszed? De ez jobb félni, mint megijedni, nem? Akkor más kérdés. A csajnak tényleg meg kellett-e sértődnie? Mert a csávó rákérdezett. És ő megsértődött, hát kirakta a TikTokra, és megmutatta, hogy ez a bunkó, ez ezt csinálta. Hát ha megsértődött, akkor csak a súnyítóság miatt. A súnyítóság miatt. Kirakta a gyógyszerét. Nem kirakta, kinfelejtette, mondjuk így. Hát az benne van a pak. Mert ez a normális élet. Ha szedsz egy gyógyszert, akkor miért dugdosnád egyébként el más erről, de a csaj megsértődött, meg kellett. Akkor szerintem nem jogos, hogy megsértődik. Most ha titokban akartam volna tartani, akkor dugdos el. Akkor dugdos el. Képzeljétek el, hogy ennek a sztorinak van folytatása. Mert Chloe ugye a válasz helyett, hiszen itt a fiú ugye megkérdezte, hogy most mi van, van neked igen. Valami bajod, mert ha lenne, akkor nem megyek tovább, ha az vagy. Chloe nem válaszolt, hanem visszakérdezett. Te rákerestél a tablettámra? És erre a srác válaszolt, ja, mert nem akartam megint egy bolond nő mellett kikötni. No. De nyilván az vagy, hiszen nem is válaszoltál a kérdésemre, hogy beteg vagy-e vagy sem. Úgyhogy ez mindent elmond, viszlát Chloe. És még a srác folytatja, most látom, hogy a TikTokra posztolsz rólam, lol, nőj fel. Tehát ez volt még az utóélete. Ugye ebben sok minden van. Tehát a srácnak ezek szerint okay. Volt már na, dolga. Na ez itt a lényeg. Tehát én az első üzenetnél is már azt sejtettem, hogy itt a srác egy rossz élményből táplálkozik, és hogy valószínűleg egy horrorisztikus kapcsolatom van túl, ahol megnyomorította őt egy elmebeteg nő, és ezt nem akarja újraélni, és ez teljesen igen. Érthető. Ismerős és megvan hozzá. Így van. Valószínűleg. Tehát, hogy, és nyilván túlreagálja azt, hogy megkérdezi a csaj, hogy ne arra, hogy rágugliztál, tök normálisan megkérdezi, rágugliztál, és a srác az, aki felrobban, és teljesen túlreagálja az egészet, úgyhogy... Hát, mert Google... tudja, hogy nemet kell mondani, és ezt nem szokták szépen mondani. Így van. Ugye? Jó. Na, hát ez volt a romantikus kapcsolat, amit be akartam nektek mutatni. Jó, de amúgy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sok mindent tanultam tőletek. Zoltán, rád külön büszke vagyok. Hívjál nyugodtan, nyitvál az ajtót, és van, az oszlányi a kés. És én legközebb én hozom az MSG-t zacskóban mindenkinek. Mindenkinek. Én pedig a tornyot. Köszönöm szépen Jakubcsek Gabinak, Vosalan Rozinak, Gangsta Zolinak és Bárdos Isanyinak.
Igen, szerintem ez egy ilyen műsor volt. Ebből most tényleg sokat lehetett tanulni. Egy hét múlva. Inkább búcsúzom. Jó éjszakát, viszlát.